Sziasztok! Egy haszid jött a mesterehez, és nagyon oda volt. Azt mondja, képzeld el, e hónap végén a főnököm már lemondott, elküldött a munkából, nincs állásom. Miből fogok élni? Erre azt mondja neki a rebbe, mondd, postafiókod van? Azt mondja, hogy nem, minden nap kapok én postát. És ismered a postást? Azt nem is ismerem, és nem is szeretném ismerni. Mit érdekel engem ki a posta? Postás. A lényeg, hogy a posta megérkezik. Azt mondja neki a rebbe, és miért érdekel téged, hogy az örökévaló kin keresztül fogja küldeni a te megéletésed, a parnószed. Az, aki a főnök, az, a főnöked, az csak a postás, akin keresztül az örökévaló küldi a megéletésed. Teljesen mindegy, hogy ki a postás. Ez a főnök nem szeretne a postás lenni, lesz egy másik postás. A lényeg az, hogy az örökévaló küldjen tovább a megéletésed, a parnószed, és minden rendben lesz. Ez nagyon-nagyon fontos, az embernek tudnia kell, hogy a parnósza, a megéletés nem a főnöktől jön, hanem az Istentől jön. És ezért, ha imádkozunk az Istenhez, akkor fogja küldeni nekünk a megéletésünket, és minden rendben lesz. Köszönöm szépen!